Elérte Magyarország déli határát a balkáni bevándorló hullám. A görög szigetekre hónapok óta rohamtempóban ezrével érkeznek a bevándorlók. Ennek hatására egy hónap alatt háromszorosára nőtt azoknak a száma, akik illegálisan próbálnak átjutni a magyar-szerb határon. Az M1 stábjának a délvidéki magyar kanizsán azt mondták, hogy naponta 50 idegen jelenik meg a településen. Az ott lakók sötétedés után már félnek kimenni az utcára. Minden csinálnak, ahol a hányan vannak, 2, 4, 6-an, egész sákokkal. Éppen készült az interjú egy magyar kanizsai asszonnyal, amikor újabb migránsok szálltak le a buszról. Sokan hátizsákkal ültek a padon, volt, aki folyamatosan a telefonját nyomkodta, és olyanok is vannak, akik sátrat vertek egy üres épület mellé. A helyiek azt mondják, kétségbe vannak esve. Az ember sem merek velük szállni, így az inkább kikerülöm őket, meg bezárkózok, meg este már nem megyek sehová se. Magyar Kanizsán pár hét alatt drasztikusan megnőtt a bevándorlók száma, napi 50 új ember érkezik. A település 10 kilométerre van a magyar határtól, a városvezetés szerint Magyar Kanizsát arra használják, hogy éjjelente innen induljanak a magyar határ felé. Ez a hullám, ami most jött, nem csak minket lepett meg, hanem az egész vonalon, ami történik, egyszerűen egy olyan valami, ami nem volt előre látható. Ezek a fotók már a határ magyar oldalán készültek a lebukásokról. Volt, akit rakománynak álcázott kartondobozban találtak, és olyan is, aki gumiabroncsok közé bújt. A fotókat a magyar rendőrség készítette az elmúlt napokban. És a számok is magukért beszélnek. A rendőrség heti összesítéséből kiderül, hogy október közepe óta megháromszorozódott azoknak a száma, akik a magyar határnál próbálkoznak. Október közepén 168-an próbálkoztak, az elmúlt héten viszont már 668-an. Bonyolult helyzet alakulhat ki, különösen akkor, amikor erőszakos módon többen jönnek egyszerre. Fel kell készülni rá, hogy tömegesen indulnak el a magyar határ felé. Erről Kis Benedek József beszélt a Kossuth Rádióban. A nemzetbiztonsági szakértő szerint, ha hirtelen nagy tömeg érkezik, az veszélyes lehet. Ha valaki szándékosan, erőszakosan megsérti a határt, akkor ez bűncselekmény követel. A másik oldalnak ugye viszont... Ugye lesz tapasztaltuk így van, így van. A másik oldalnak meg az a dolga, hogy megvédje a határt minden áron. Délről közben folyamatos az utánpótlás. Görögországba az elmúlt hétvégén csaknem 1400 bevándorló érkezett. Közben Boszniában a hivatalos adatok szerint 25 ezeren vannak, az egész Balkánon pedig 100 ezeren. Mindkét irányból, vagyis Boszniából és Görögországból is Szerbia felé jön a tömeg. Vagyis ugyanaz történik, ami 3 éve, a migrációs válság kellős közepén. Szakértők szerint csak idő kérdése, hogy mikor próbálnak meg tömegesen, vagy nagyobb csoportokba verődve átszökni a magyar határon.